Kígyózó sor áll zebegény főterén. Mindenki gőzgombócot szeretne vásárolni. Ez a sváb finomság készülhet édes vagy sós változatban. Lekvárral, dióval, vaníliasodóval vagy éppen káposztával. Egyaránt népszerű. A Dunakanyar sváb településein Nagymaroson vagy éppen Zebegényben minden családban készítik. Ám erre a napra a családi konyha kiköltözött a főtérre. Közel 30-40 háziasszony áldozza fel az idejét, és péntektől egészen szombat estig gyúrják a tésztát, teszik bele a lekvárt, készítik a káposztás, a mákos, a diós, a különféle gőzgombócokat. Hát a sor az önmagáról beszél, hogy már itt kígyózik, és egyszerűen nem tudjuk magunkat utánpótolni. A Dunakanyar egyik legjelentősebb gasztronómiai fesztiváljának ötlete mégsem innen, hanem a Baranya megyei Geresdlakról származik. Az élő sváb hagyományokkal rendelkező községgel az ebegényiek 2012-ben vették fel a kapcsolatot, és kötöttek testvértelepülési szövetséget. Azóta nem csak a gőzgombóc, de egyéb kulturális kapcsolatok is összekötik őket a hagyományőrzésben. Ennek van létjogosultsága, nagyon fontos elem Geresdlakon, hogy mindkét iskolánk és óvodánk német nemzetiségű oktatást tud magáénak. Az ebegényi rendezvény népszerűségét jelzi, hogy idén már külföldi fellépője is van. Egy osztrák zenekar gondoskodik az esti fesztivál hangulatról.